Tisztújító közgyűlést tartott vasárnap a karcagi lovagi udvarban a Kunszövetség. A megjelent tagokat, a kis- és nagykun kapitányokat, a nagykun települések polgármestereit, a Somogyi Kunok Egyesületének, a Karcagi Talpas Ilyász Egyesület, valamint a Kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsapat tagjait F. Kovács Sándor elnök köszöntötte. Egy különleges rendhagyó ez a mai közgyűlés, hiszen tavasszal kellett volna megtartani a közgyűlést a saját alapszabályunk szerint, de a vírus miatt ezt nem tudtuk megtartani, ezért lett idén ősszel megtartva, most lett megtartva a közgyűlés, új tagokat választottunk, és ahogy említette, igen, ez egy nagyon nehéz év volt, hiszen több tagtársunktól kellett búcsút vennünk, amiről megemlékeztünk ezen a taggyűlésen. De az élet megy tovább, a munkát folytatni kell, és azoknak a tagtársaink, akit elhújtak, azokról pedig meg kell emlékezni, és az emléküket megőrizni. A napi rendek előtt a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek meg az idén elhunyt Csukás István budapesti, Farkasné Rácz Edit, dr. Sánta József, Tőkés Gyula karcagi tagokra. Dobos László karcag polgármesterére és Horváth György kisújszállási emeritus nagykun kapitány elnökségi tagra. Mint elhangzott, rendhagyó a közgyűlés, hiszen a COVID-19 miatt az elnökség a tagok egészségének védelme érdekében azt a döntést hozta, hogy a szokásos év elejé közgyűlés nem hívja össze, majd a vészhelyzet kihirdetése után erre jogilag sem volt lehetőség. Közben a tisztségviselők mandátuma lejárt, így a szabályos működés érdekében most a tisztviselők megbízásáról határoztak a jelenlévők. Ehhez módosították az alapszabályt, amit dr. Farkas Flórián ügyvéd ismertetett. Lényege mostantól az elnökség 4 főre bővült, s az egyesület elnökét és a felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés közvetlenül választja meg, s arról is határoztak, hogy az elnökség munkáját a jövőben írásbeli szavazás lehetőségével gyorsítják. A módosítást egyhangulag szavazták meg. A tisztújítás már a módosított alapszabálynak megfelelően történt. Az elnökség tagja marad Lesi Árpád, Kunszent Miklós polgármestere. Új tag lett Kece István, kisújszállás polgármestere, és Bene Sándor, karcagi emeritus nagykun kapitány. Az elnöki feladatokat újabb 5 évre F. Kovács Sándor látja el. Megválasztották a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, valamint a pénzügyi beszámolót is elfogadták. Az elnökség kibővült, Kece István kisújszállási polgármestert is beválasztottuk az elnökségbe, és egy úgynevezett vének tanácsa, egy tanácsadó testület alakult azokból a tudós emberekből, történészekből, etnográfusokból, kutatókból, művészekből, akik a háttérmuníciót adják a Kunszövetség kulturális munkájához, ahhoz a munkához, amit szeretnénk végezni, és én azt szeretném, hogyha még hatékonyabbak lennénk, hiszen a Kunszövetség egy országos szervezet, hiszen a kiskunságtól kezdve a nagycunságig vannak önkormányzatok a tagjaink között, magánszemélyek, de még Dunántúlon is nagyon sok tagunk van. Tehát azok a személyek, akik a kun hagyományokat őrzik, kun hagyományokat viszik tovább, ebbe a kun szövetségben találják meg a helyüket, és én azt gondolom, hogy lehet minden munkát jobban, hatékonyabban és hasznosabban végezni. Ezt szeretnénk a következő időszakban. Az egyesület munkáját a jövőben a konferenciák, kiállítások szervezésében, a kis- és nagykunsági általános és középiskolások számára pályázatok kiírásában és értékelésében szakmai tanácsadó testület segíti Fejes György koordinálásával. A tagok dr. Barta Júlia, dr. Barna Gábor, dr. Varga Ferenc, dr. Nagy Molnár Miklós és dr. Pintér Zoltán Árpád lettek. Az idei rendezvények nagyon behatárolták, de a Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából pályázatot hirdettek a kis- és nagykun településeken működő középiskolák 9-től 12. évfolyamán tanuló diákok részére. Édes hazánk, arany szabadságunk címmel esszé és videófilm kategóriában lehet november 13-áig nevezni. 2020-as év rendezvényei, ezeket jobb, hogyha elfelejtjük. Tehát ezt az évet rendezvények szempontjából el kell felejteni. De az élet nem áll meg, és a pályázatok nagyon sikeresek szoktak lenni. Rajzpályázatok, esszépályázatok, ezek mindig sikeresek szoktak lenni, és a fiatalokat be kell vonni, és a fiatalok lelkesek, a fiatalok kutatnak, a fiatalokat érdekli a történelmük, a családjuk történelme, az ország történelme, a kunok történelme, és minden évben szoktunk és igyekszünk pályázatokat meghirdetni.
ebben az évben középiskolások számára, 9-12. Osztályosok számára hirdetünk meg SC pályázatot, és ami újdonság, videófilm pályázatot. Hiszen a mai fiatalok már ebbe a mostani korba nagyon ügyesen készítenek kisfilmeket, videófilmeket, és nagyon várjuk ezeket a pályázatokat. Én azt gondolom, hogy a jövő a fiatalság, és az a fiatalság jó látni, hogy érdeklődnek a kultúra, a múlt, a hagyományaink iránt, tehát ez a jövőre való tekintettel bizakodásra ad okot. Az Egyesület elnöksége 2019-ben hagyományőrző tevékenysége elismeréséről Nagy Emesen karcagi lakos részére ítélte a fiatalon elhunyt alapító tag emlékére létrehozott Sudár István emlékdíjat. Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrász alkotását, melyet az elnök adott át részére. Ezután a Kunstszövetséget, segítőket, adományozók támogatását köszönték meg emléklappal, majd azokat a tagokat köszöntötték, akik az elmúlt időszakban rangos kitüntetésben részesültek. A Kunstszövetségnek sok tagja van, de minden évben, amikor a közgyűlés van, rájövünk arra, hogy az élet minden területén érnek el sikereket. Országos, állami kitüntetéseket, szakmai kitüntetéseket kapnak tagjaink. A Kunstszövetség tagjai olyan személyek, akik a saját életükben, a saját szakmájukban is sikeresek, kiemelkedőt tudnak nyújtani, és jó ilyen időszakban megemlékezni rólunk, hogy ilyen tagjaink vannak, akik valami nagyot, valami maradandót, valami országosat, vagy akár nemzetközi hírűt tudnak alkotni. A közgyűlés végén dr. Barta Júlia előadásában a Kun mi atyánkot hallgatták meg a jelenlévők.